Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen, Kiskunmarsáron. És ismét egy vonalbejárás lesz. Most a Kecskeméti Kisvasút marsai szakaszának azt a szakaszát fogom bejárni. Ezúttal gyalog, amit múltkor időhiány miatt nem sikerült. Tehát innen elsétálok Szankig. Ugye az előző vonalbejárásnál Szanktól azért nem tudtam vasutat követni, meg mert siettem kellett ide Marsára a vonathoz. Hát ez most nem áll fönn, most ráérek, tehát most elgyalogok a Kisvasút sínjeint. Keresztül Szankig, és akkor majd Szanktól megyek valamerre szerint. Hát, úgy gondoltam, hogy majd Kisköldösre, és akkor onnan még csinálok egy pár snittet a kisköldösi végállomásról a másik ágának a kisvasútról. Hát akkor lassan el is indulhatok. És látjátok, itt van a lakodóvágány, és itt mellette pedig a keskeny nyomtávú. Eddig jött a kisvasút föl, itt volt az átrakó. Ja, itt mondjuk ez, és ez a vágány, ez még addig beljebb is megy. Tehát mondjuk innen ágazik ki az állomástól, és egészen ott a kisvasútig bemegy. Úgyhogy ezt még megnézem, hogy ez igazad. Hát nyilván átrakásra már nagyon régóta nem használták, látszik is, hogy benőtte a gaz. Lábbal a 90-es években már megszűnt a teherforgalom, és azóta itt átrakás nem volt. A 2009-ig az egy személyforgalom még volt, de a vonat az már akkor se jött idáig föl. Kérdezik, a nagyvasúti vágány az eddig tart, és innen még a gazban mennek tovább a keskeny vágányok. Úgy, valahogy itt mellette kéne elmenni. Na hát itt az első átjáró. Ez ami már lakodóhoz vezető szakasz. Hát ez mondhatni járhatatlan. Akkor ember magasságú gaz van, hogy ezen lehetetlenség áthatolni. Ott még látszik egy váltó is, de valamit már ezer éve nem használnak. És itt van tovább az állomásig. Ott is van egy váltó. Hát igen, ez az átrakóhoz vezető szakasz, ezt nem használják, nem is takarították ki. Látszik, erre még az önkéntesek se jártak. Lehet, hogy nem is fognak, mert igazából a marsai állomás épülettől érdekes. Na itt van a Kiskunmarsai kisvasúti állomás épület az utcafront felüli részen. Hát az látszik, hogy üresen áll. Van itt egy melléképület is. Értek meg, valószínűleg ebben volt a WC. Ezt mindjárt megnézem, aztán majd még megnézem a vágányok felőli oldalon is. Itt van a vágányok felőli része az épületnek. Hát elég leharcolt állapotban, viszont eddig úgy tűnik, hogy ki van gazolva a pálya. Hát ez volt a végállomás. Ott még egy teherkocsi is van, ha jól látom, azt majd meg fogom nézni. És akkor itt vagyunk az épület belsejébe. Hát. És itt meg a utcafronti rész. Belesünk egy kicsit, hogy mi van még itt. Valószínűleg itt volt a várót, nem itt meg a pénznál. Itt lehetett a pénznál. Ez meg talán a várótelen. Ennyi. Még van egy másik része az épületnek, nem tudom, hogy oda be tudok-e menni. Szokás szerint a friss leltári szám az itt is rajta van. Van hangos bemondó is, bár a készüléket azt már elvitték. Magát a bemondás, de viszont a hangszóró még ott van. Na, és hát itt van a állomás épület. Itt is van egy rakodó, egy oldalrakodó, gondolom, amit közúton lehetett annó még a teherkocsikba rakodni. Nagyvasúti, ugye azt most mutattam, hogy hol van. Itt már is távolodtunk egyébként a vasúttól. És itt viszont még az elég nagy a dzsumbú, sőt, tele van ilyen szúrós növényekkel, de hát, na, megmutatom mindjárt a lábamat, csak nézzétek meg. Hát, ilyenek, és ezeket olyan nagyon nehéz kiszedni, mert borzalmasan éles tüskéi vannak. De hát így, hogy belehúztam a nadrágot a cipőbe, így legalább oda nem megy be, és nem szúrja a lábamat. Hát ezt meg majd, ha hazaértem, akkor kiszedem. Hát így, hogy be kellett öltözni. Ugye a másik nadrága, felhúztam ezt a melegítőt, de hát jó, jó meleg van egyébként, de hát most muszáj, vagy ez van, vagy össze-vissza szúrkál ez a vacak. És itt meg van egy teherkocsi. Mondjátok. Amikor a teherszállítás megszűnt a kisvasúton, azt mint utólag megtudtam, így többen írták már, hogy a
teherkocsikat így, ahol éppen sikerült, úgy szétszórták a állomások mentén. Ugye a Jakabszálláson ott maradt a tartálykocsi, ide vittek egy teherkocsi, Törökfájn is van egy teherkocsi. Hát itt, még, itt a fékező állás egyébként, ezek még kézifékkel jöttek, az ott a fék. És a fékező az ezt ezért tekelte, tehát hogyha fékezni kellett, akkor kézzel meg voltak erre a sípjelzések, hogy féket húz meg, féket elez meg, és azt figyelte, és akkor oldotta, vagy aktiválta a féket, ezzel az a mechanikus fékjei voltak. Hát ez még a hőskorban volt. És akkor mindjárt eljutunk ide a váltóig, és kimegyünk a nyílt vonalra. És úgy tudom, hogy Szankig nem is volt már megálló, de meg fogom majd mindjárt nézni a vasútállomások.hu-n. De úgy tudom, hogy nem volt. Úgyhogy innestől kezdve nincs más hátra, mint ugye előre. Hát látjátok, innen jöttünk. Itt van egy ösvény a sínek mellett, de maga a sín az... Látjátok, hogy néz ki? Itt van egy áteresz. Itt van valami patak lehetett, vagy csatorna, ami már kiszáradt. És hát errefele lehet tovább menni. Egyébként így jó, mert itt mellette lehet menni. Itt már nem is annyira veszélyes, meg nincs annyi szúrószal, mint eddig volt. Úgyhogy előbbére egy térkép szerint van egy Kiskunmarsai út nevű megálló, viszont semmi egyéb adat nincs róla, tehát szerintem az már akkor megszűnt, amikor még jártak is vasút. Úgyhogy a következő tényleg Szank lesz. Itt viszont látom, hogy ez egy horgásztó, úgyhogy itt kicsit halkabban leszünk, hogy ne zavarjuk a horgászokat. Itt a második átjáró, hát itt is nyert a közút, és hát itt vannak a sinek, ami nem látszik ki a gazból. Viszont itt mellette lehet menni, úgyhogy egy darabig itt fogok. Hát, ide látszik, ide már komolyabb cucc kell, hogyha idáig akarnak hajtányozni. Mondjam, hogy ide már motorfűrészt is hozni kell. És itt meg az ellenpélda, csak egy átjáróban jöttem arrébb, itt le van kaszálva a fű. De itt az átjáró magasságáig. Onnan elloptak egy oszlopot. És továbbra sem túl jó a helyzet itt a sineken. Na, ez az 501-es kilométerkőnél vagyunk, vagyis a szelvénykőnél, mert vasúton csak olyan van. És szintén itt egy ingatlan előtt. Itt jól néz ki a pálya, mert itt, mondom, az itt lakó, az itt is lekaszálja és rendbe rakja. Példát vehetne róla a PFT. Aztán utána meg hátszik. Vége, ott a telek határon, és kell kezdve jön vissza a gaz. Egyébként még az is lehet, hogy ez vasúti épület volt, mert valahol itt volt a Kiskunmarsa út nevű megálló. De hát ezt most nem tudom biztosra mondani. Nem, egy apró tévedés, 506-os, nem 502-es szelvénykőnél vagyunk. Akkor lehet, hogy ez mégsem a Marsai út nevű megálló volt, mert az 3 kilométerre jött, és 52 után nem sokkal van a Marsai épület, tehát még akkor csak kettőt jöttem, nem hármat. Hát nem tudom. Bár lehet, hogy a vasútállomások pont ott érkél pontatlan, de hát megyek tovább, aztán majd vagy találok valamit, vagy nem. Hát egy út átjáróval arrébb vagyunk megint. Hát itt is egy földutas átjáró. Nyomokban sineket tartalmaz. És itt van tovább. Hát egy kisebb gaztenger itt is van. Ott meg egy eltölt András kereszt. Ez a legjobb. Egy busz megálló itt a semmi közepén, se peron nincsen, látjátok, hogy az út szélén igazából az is eltakarja. Viszont ez fontos volt ide kirakni a dohányozni tilos táblát. Menetrend az nincsen, mert minek? De a dohányozni tilos tábla kint van, viszont ott van a párja szembe, ahova legalább egy fedett buszvállót tudtak rakni. De menetrend ott sincsen. Sőt, a busz megálló tábla is elveszett. Na. Itt vagyunk egy másik átjárónál. Hát a vonal az még mindig ugyanolyan, mint volt. Nem sokban változott. Talán itt egy picit kisebb a gaz. És a 492-es szervényben látjátok, lesz még egy átjáró. És valahol itt kellett lennie a Kiskunmarsai út magállóhelynek, de hát GPS koordináta nincsen, de például ezen a környéken akár lehetett is volna. Mert nagyjából most tartunk 3 kilométernél, úgyhogy valahol itt, és itt még el is fér, de hát peron maradvány meg ilyennek nincsenek. De itt például elfért volna egy megállóhely. De hát eddig meg másomát nem találtam. De hát megyek tovább, aztán hát, ha még lesz itt valami.
Egyébként ott a kanyar után lesz az, amikor már eltávolodik az úton, így keresztbe átmegy a főúton, és utána Szankig már ilyen alsóbb részeken megy. 490-es szelvény. Itt, ahol konkrétan rá is aszfaltoztak, vagy legalábbis ráhordtak ilyen útalapot a sinekre. És egyébként itt megy tovább a vágány, csak nem látszik. Hát itt nem ennyire, nem nagyon járható már itt se. 488-as szelvény. És egy erdei szakasz. És errefele halad tovább. És már nem tart sokáig, szerintem még max. Egy kilométer, és párhuzamosan, vagy hát így keresztezi a közútat keresztbe. Aztán pedig Szankig, ugye eltávolodik a főúttól. Egy másik átjáró, közel a főút kereszteződéséhez. Ugye ott már kint van a főúton is látszik a vasúti átjáró tábla. És itt egyenesen, és a vasúton is már jelzik a sima útátjárót, ami biztosítás nélküli. És hát ott, ahol az autó eljött, ott már keresztezi az utat, és Szank fele nem az úton megy, hanem egy külön vonalon és a településnek a szélén fog beérkezni. Úgyhogy haladunk tovább előre. Itt már azért jobb a pálya, itt már szerintem itt már volt némi takarítás rajta, meg is PFT munka. Itt az erdei szakaszon nem. Ja, igen, és ott leesett a szelvénykő, tehát a 481-es szelvénynél van az útátjáró. Ott van a földön. És most a 484-es szelvénynél vagyunk. 4 kilométer sikerült haladni Kiskunmansától. Van még 3. Erről jöttünk. Itt van a sín. És nem nagyon látszik a gazba, de ott van. És itt az átjáró a főúton. És arra fele megy tovább. Hát, itt is egy kicsit javult a helyzet, bár nem sokkal. És ez van előttünk. Hát embermagasságú gaz nincsen, úgyhogy szerintem ebbe még lehet menni. Hát mondjuk hajtányán már biztos, hogy ezen el lehetne menni. De itt valószínűleg itt egy alapos fűkaszálás elég lenne. Hát nem sokkal. Később már jelentősen romlott a helyzet. Itt már fa is van a sineken. Errefele sem sokkal jobb. Sínszál még látszik. Bár már alig látszik ki a gazból, de itt van. És akkor még egy átjáró. Itt van egy földút is, mert hát sajnos követni a sineket nem lehet rajta. Legalábbis párhuzamosan nem. Nézzétek, itt meg megint eltűnik a dzsumbújba, és a földút nem arra megy. Viszont itt mellette szerintem el tudok menni. Meg is fogom nézni. Következő dzsumbúj befele. Hát ezt se fogom most megkockáztatni, pláne, hogy itt van a földút mellette. Hát vagyis hát ilyen homokút, de ezzel még mindig jobban lehet haladni. Ezt nézzétek, arrafele megy a kisvasút, hát kissé nagy gazban, de itt még azért követhető. Errefele már kevésbé volt az. De itt van mellette egy föld, hogyha nagyon durva a helyzet, akkor még mindig rá tudok menni. És már is ide jöttem a következő útátjáróhoz. Ott a sín. Valamennyire még kilátszik a gazból, vagy hát gazból itt a ráhordott homokból, meg portból, és itt is tovább. Hát itt is kilátszik a gazból, de valamennyire a sín, de ez szintén nem egy állató. Bár úgy tudom, hogy eddig még az önkéntesek nem jutottak el. Talán Szankig jutottak el, bár szerintem csak Nagybugaszig, mert múltkori bejárásnál és azért Nagybugaszon túl már nem nagyon látszott, hogy ott tevékenykedtek volna, tehát szerintem nagy bugacig jutottak el. Még az is szép teljesítmény Kecskeméttől. Hát itt úgy látom, hogy még nem jártak, de hát mondjuk ami késik, nem múlik remélhetőleg. Bár itt ezen a szakaszon talán még egy hajtánnyal végig lehetne menni. Bár az attól függ, hogy majd mennyire nagy a fű, meg hogy mennyire nő rá a sínre, mert hogyha nagyon ráhajol, akkor az már okozhat problémát. Tehát akár ki is ezért siklást is okozhat például, de hát nem tudom, hogy mennyire járható az így, de talán ez még igen. Bár korábban voltak olyan szakaszok, ahol biztos nem, mert még fa is nőtt a vágánytengelybe, tehát Kiskunmarsától idáig valószínűleg nem lehet hajtánnyal végig, sőt, biztos, hogy nem lehet hajtánnyal végig jönni, viszont ezen a szakaszon még azért úgy, ahogy lehet. Hát utána onnastól már láttam, hogy nagyobb a gaz, tehát onnan ez a dolog már megint bukik valószínűleg.
Hát mindegy, megyek, ameddig tudok. Hát a Szankig el lehet itt menni, itt a mellette lévő földúton. Meg hát már itt vagyunk Szank határába, szóval mindjárt. Már lesz talán normális út is, meg a megállóig, hát ilyen megállóig megyek. Hát innen jöttem. Innen semmi. Itt azért még viszonylag jól járható volt a pálya. És nézzétek meg a túloldalt, mi van. Itt van egy vasúti híd, ami ki van takarítva. Hát itt egy olyan csatorna, ami már kiszáradt. És arrafele viszont ismét bozult, viszont ez már Szank. Tehát már elértük a településnek a szélét. És akkor itt vagyunk Szankon. És itt látjátok, hogy itt frissen le van kaszálva a dolog. Ez érdekes, mert találkoztam mint munkásokkal, akik fűkaszával nyírták itt a szervényt és a környékét, és igen, és azt mondták, hogy PFT megbízásából, hát ugye nem a PFT-hez tartoznak, de ugye a vállalkozó által, tehát a PFT által kiközvetítve vannak itt, és csak a kisvasút és környékét, hát most ugye a Szank belterületén erre kaptak megbízást, de látszik is, hogy így nagyon jó, de és itt van a kitérővágány, és valahol itt volt, lehet, hogy pont ez volt az állomás épület, mert eddig úgy nem tudtam, meg a régebbi képeken is úgy volt, hogy az állomás épület már magánlakás, viszont építettek egy várót mellé. Tehát vagy ez az, bár szerintem ez nem ez melléképület volt, mert ugye látszik, hogy voltak itt ajtók, meg ablakok errefele, csak ugye átalakítás után befalaszták. Hát nem tudom, a kitérő vágány végéig úgyis elmegyek, aztán majd beszámolok róla, hogy mit láttam. Hoppá, és ezt nézzétek. Egy sínszál hiányzik innen, vagy hát nem is egy több, és innen egy sínszál hiányzik, másik oldalról meg több. És hát ez nem hiszem, hogy ezt a PFT szedte így ki. Ez szerintem lopás, mióta nem jár a vasút, bár vagy lehet, hogy már korábban is, mert hogyha a PFT felszedi, akkor az egészet felszedi általában, tehát ez nagy pugasznál még el tudtam azt képzelni, hogy a PFT szedte föl, meg kellett máshova beépíteni, amikor még üzemelt a kisvasút, mert ugye a keresztezésre nem volt szükség akkor se sehol, vagy két pályán, tehát Törökfájtól Majsáig simán elment egy vonat, mert olyan volt a menetrend, hogy nem kellett keresztezni. És hát itt van a beálló, tehát ezt építették, miután a magántulajdonba került a régi állomásépület, ezt a megállóhelyet ide építették, és a épület az meg már ugye magánlakásként funkcionális körbe is van kerítve, ez az. De legalább megvan az eredeti stílusában. De komolyabb átalakítás nem történt rajta szerencsére, és a melléképülete is megvan. És hát innen is azért hiányoznak innen sínszálak. És onnan csak egy kevés, tehát ezt valószínűleg flexelték. Hát ez biztos, hogy lopás volt, tehát a PFT, hogyha sínanyag kell neki, azt nem így szedi ki. Mert akkor azért vitték volna az egészet, tehát... Hát nézzük, csak a flexelés sem látszik rajta. Hát ezen így nem. Legalábbis én nem látok rajta ilyesmit. Hát így néz ki a volt állomás épület. Az látszik, hogy felújítást az kapott, de azért a stílusát azt próbálták megőrizni, úgyhogy ez azért becsülendő dolog. Meg hát legalább így nem lett az enyészeté, hanem vigyáznak rá, meg végre lakják, törődnek vele. Tehát ez... Tehát sokan mondják, vagy hát sok ilyen véleményt olvastam már ilyen régi állomásoknál, hogy de hát, hogy felújította és nem is hasonlít rá, meg átalakította teljesen, meg zömbi. És milyen dolog ez, meg ez hogy lehet hagyni? Hát szerintem meg igazából örülni kell ennek is, mert hogyha meg nem adják el, nem veszi meg senki, akkor meg csak az enyészeté lesz így, meg az csak külön pluszpont ilyenkor, hogy az eredeti stílusát is igyekszenek ezek megőrizni. De hát, hogyha nem őrzik meg hozzáépítenek, hát Istenem, hát Hogyha nem tennék, akkor meg előbb-utóbb az épület is az enyészetté válna. Hát még mindig jobb az, hogyha laknak egy régi épületet. És az látszik, azért itt dolgoztak ám rendesen. Tehát még onnan tovább is ki van pucolva. Akkor a Kecskeméti kisvasúti vonalbejárás itt véget ért. Szank, Halasi út, buszmegálló, várom a busz. Hát még szűk egy óra is megérkezik. Mindegy, hát addig képszerkesztéssel ezért mutatom az időt. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, majd a következő évben találkozunk, sziasztok!